Gabona feldolgozó üzemet épít zöldmezős beruházással, Tiszapüspöki mellett a Tisza TK projekt Kft. A 45 milliárd forintos beruházás alapkövét Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Zahola Pollák Vanda, a Kft. Ügyvezető igazgatója helyezte el 2016. március 24-én. Ez most elindít egy folyamatot, gyakorlatilag talán azt is mondhatnánk, hogy ennek az óriási beruházásnak a alapkőletétele indítja el azt a startpisztoly és startpisztoly, amelyel elindítjuk a térségben azt a fejlesztési folyamatot, aminek a végén nagyon-nagyon sok alapkőletétel és nagyon-nagyon sok beruházásnak az átadása fog bekövetkezni, hiszen hamarosan elhelyezzük az alapkövét a Törökszentmiklósi tanúszodának, illetve a területi operatív program pályázatának köszönhetően rengeteg beruházás fog megvalósulni a térségben, csak ebben a pályázati keretben több mint 15 milliárd forint értékű pályázat lesz szétosztva ebben a térségben. Azt gondolom, ez már önmagában is jelentős, és hát ez a mai alkalom, azt gondolom még egyszer, hogy ennek a nyitánya, a méltó nyitánya, és most már alig várjuk, hogy ez a gyár megépüljön, és jövő nyáron egy gyönyörű átadáson átadjuk, és utána meginduljon a termelés. Varga Mihály a rendszerváltás óta Magyarországon megvalósuló legnagyobb élelmiszeripari beruházásként méltatta a most kezdődő építkezést, amelynek jelentősége egész Közép-Európára kiterjed. Olyan beruházásról van szó, amely azon túl, hogy közvetlenül 550 ember munkahelyét teremti meg, és közvetve pedig még további 750 ember munkahelyét, tehát összességében 1300 munkahelyről beszélünk. Azon túl, hogy olyan korszerű, modern technológiát fog meghonosítani a magyar élelmiszeriparban, ami eddig hiányzott. Az a célja a kormánynak, hogy magasan, nagy hozzáadott értékkel rendelkező termékek készüljenek a magyar gazdaságban. Tehát nem az a cél, hogy lábon adjuk el a búzát vagy a kukoricát, hanem ha lehet, hozzáadott értéket termelve, feldolgozva kerüljenek ezek ki a Európa és a világpiacra. Ez az üzem most egy ilyen beruházás lesz. Kukoricát fognak feldolgozni, izocukorrá, és ezt a cukrot fogják értékesíteni majd Európa és a világ több piacán. A 2017-re elkészülő gyár stabil, hosszú távú keresletet, ezzel az eddigieknél nagyobb értékesítési lehetőséget jelent majd a hazai kukorica termesztők számára. Amit miniszter úrtól vagy igazgató asszonytól hallottunk, hogy térségünknek, az országnak fontos, kiemelt és előremutató ez a beruházás, vagy a várt eredmények, településünk szempontjából pedig mindenképp egy kiugrási lehetőség. Ugye Tiszapüspöki zsáktelepülésként hosszú évek óta már tulajdonképpen csak kizárólag a költségvetési forrásból tartotta fönt magát, és nem nagyon volt arra lehetőség, hogy az alapellátásokon fejlesztéseket, alapellátások mellett fejlesztések valósulhassanak meg, és éppen ezért most ezzel az alapkületétellel megerősödik bennünk egyre jobban az, hogy el fog következni ez a 2017-es időszak, amitől kezdve az üzem, ha megkezdi a működését, mindenképp egy olyan hatást fog gyakorolni az egyébként nagyon fontos nemzetgazdasági feladatok mellett Tiszapüspöki településre is. A gyár évente 530 ezer tonna kukoricából állít majd elő élelmiszeripari alapanyagokat, 230 ezer tonna izocukor mellett termékportfóliója a legmagasabb minőségű alkoholtól, cukortól, az étolaj alapanyagig terjed. Jelentős lesz az állattenyésztési célokra gyártott GMO-mentes takarmány alapanyag is. Az új gyár stabil, hosszú távú keresetet biztosít a kukorica és biomassa számára. Termékeinket közvetlenül nem ismerik biztosan, de biztosan mindenki fogyaszt minden nap olyan terméket, amiben a mi termékünk is van. Folyékony cukrot fogunk előállítani, keményítő termékeket, illetve egy különlegesen magas minőségű alkoholt, valamint a melléktermékeink, ezek takarmányok lesznek. Ezek a cukrok megtalálhatók a tejtermékekben, pékárukban, édességekben. Tehát minden amihez folyékony cukor kell, az abban nagy részt a mi termékünk található. Részletes, mindenre kiterjedő összeállításunkat hamarosan megtekinthetik a T1 televízióban, majd pedig megtalálhatják honlapunkon is. Idén márciusban is megrendezésre került a hagyományos kölcsei futás a Baptista Szeretett Szolgálat Kölcsei Ferenc Általános Iskolájában Törökszent Miklóson. Az iskola diákjai évről évre nagyon várják ezt az alkalmat, amelyen megmérettethetik magukat egymás között évfolyamonként. Ennek a kölcsei futásnak nagyon régi hagyománya van, tényleg már 2000-ben elkezdődött, még az ipari iskolába kezdték el, és amikor az iskolánk tulajdonképpen egy épületbe költözött. 2013-ban kezdtük el együtt az egész iskola ezt a rendezvényt lebonyolítani. Mindig volt valami oka, hogy
ezt a versenyt megrendeztük, de aztán úgy vettük észre, hogy ez a gyerekeknek tetszik, és szívesen vesznek részt rajta, ezért most már mindig betervezzük a rendezvénytervünkben. Tavaly annyival volt más, hogy egy pályázat keretében külföldi iskolák képviselői is voltak velünk. Most tulajdonképpen csak külön apropója nem volt neki, bár a Kölcsei héthez azért szokott csatlakozni ez a rendezvény, de most már úgy veszük észre, hogy gyerekek nagyon hiányolnák, hogyha elmaradnak, tehát automatikusan minden évben most már megrendezzük. A Kölcsei hagyományaihoz híven a legjobbakat az iskola apraja nagyja előtt dobogóra szólították és kitüntették. A Kölcsei futás mindenkinek kötelező, kivéve természetesen, hogyha valamilyen egészségügyi probléma lép föl. Az első három fiút és az első három lányt szoktuk évenként, évfolyamonként értékelni, tehát mindenki a saját évfolyamában fut. A többiek esetében tulajdonképpen csak a mozgás, meg a jókedv, meg a szórakozás a lényeg. De már láttam olyan gyereket például, ahogy itt figyelem őket, hogy akik szinte majdnem minden évben megnyerik, tehát vannak igazán jó futóink is. Az intézmény fő profilja az évek során igaz átalakult, viszont a rendszeres testmozgás, az egészséges életmódra való nevelés és a gyermekek rangos versenyeztetése a mai napig vezető irányvonal az iskola életében. A Kölcsei iskoláról gondolom nagyon sokan tudják a városban, hogy ez egy annak idején sporttagozatos iskola volt, tehát az ások azok általában sporttagozatosok. Hát az utóbbi idő, amikor már felemelték az óraszámot 5-re, tehát igazából annyival változott, hogy nálunk 7 óra, 7 testnevelés órát tudunk tartani az ásoknak. Tehát emellett természetesen rengeteg edzést tartunk, kézilabdából, atlétikából, fociból, az utóbbi években aerobik és tenisz edzésre is lehet járni. Tehát meg különféle versenyeken veszünk részt, szinte majdnem minden komolyabb versenyen ott vagyunk. Tehát összességében mindenképpen azt lehet mondani, hogy nálunk a mozgás meg a egészséges életmód nem csak testnevelés során, hanem más tantárgyak keretében is rendkívül fontos. A Hunyadi Mátyás magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában az angol nyelv magas szintű oktatása mellett nagy hangsúlyt fektetnek az angol száz néphagyományok megismertetésére is. 2016. március 18-án az iskola kiskúti épületében az alsós angol tagozatos osztályok számára megrendezték az ír nemzeti ünnepet, a Szent Patrik napot, ahol a gyermekek az önfelett szórakozás, éneklés, táncolás, kézműveskedés mellett angol tudásukat is fejleszthették. A rendezvényről Karáné Banka Csilla, angol munkaközösség vezetővel beszélgettünk. A Szent Patrik nap az íreknek az ünnepe, Szent Patrik az ő védőszentjük, tulajdonképpen a kereszténység terjesztését köszönhetik Szent Patriknak. Ez egy zöld ünnep, és tényleg az írek mindenféle zöld őrültséget elkövetnek ezen a napon, akár még a folyóikat is befestik, vagy például a sörüket is zöldre festik, és hát ehhez próbálunk mi is alkalmazkodni, hogy mindenféle zöldséget találunk ki a gyerekeknek a mai napon. Különböző angol anyanyelvű országoknak a hagyományait, civilizációs ismereteket is tanítunk a gyerekeknek, és ezen alkalom keretén belül tartjuk meg a Szent Patrik napot is, így március 17-én. Mely osztályok vesznek ezen részt? Az alsós évfolyamok, tehát 1-től 4-ig. Milyen programokkal készülnek a gyerekeknek, illetve a gyerekek hogyan készülnek erre a napra? Előzetesen már angol órákon ugye szókincset tanítunk nekik a naphoz kapcsolódóan, mondókákat, dalokat, különböző kis keresztrejtvényeket állítunk össze, illetve a mai napon kértük őket, hogy öltözzenek zöldbe. Az iskolába pedig több helyszínen készülünk, lesznek ügyességi vetélkedők, például fazekakba kell aranytallérokat gyűjteni, a digitális tábláinkon különböző kis feladatokat oldunk meg, lesz kézműveskedés, mindenféle írzászlót lehet majd fűzni, kis lóhere alakú ceruza véget készítünk, és hát a szülők jóvoltából egy kis zöld büfét is tudunk berendezni a gyerekeknek. A zenés, táncos megnyitó után a gyermekek különböző programokon vehettek részt, és egy bőséges zöld büfé mellett számos más elfoglaltság is várta a kicsiket, ilyen volt például a kézműveskedés. El tudod nekünk mondani, hogy mit csinálnak itt a tanítónénivel az osztálytársaid? Igen. És mit csinálnak? Írzászlót csinálnak gyöngyből.
És hogy kell csinálni? El tudod nekem mondani? Ráfűzünk 6 gyöngyöt, utána csinálunk egy húrkot, és visszafelé is. És milyen színeket kell ráfűzni? Milyen színű az írzászló? Zöld, fehér, sárga. Az ilyen rendezvényeknek köszönhetően már a legkisebbek is tisztában vannak az angol szász mondákkal, hiedelmekkel. Csinálta a hajadat? Bogi. És miért pont ez a zöld szalag van benne? Mert ma van Szent Patrik nap. És mit tudsz elmondani a Szent Patrik napról? Azt, hogyha nem vagy zöldben, akkor egy manó idejön és megcsí. És melyik országban ünneplik ezt? Írországban. És milyen foglalkozásokon tudsz most itt ma részt venni? Hát például a kézműves foglalkozás. Angolos osztályban járok, és az angolos osztályok megszokták ünnepelni. A délután lebonyolításában a végzős angol tagozatos diákok is közreműködtek. Milyen apropóval vagytok most itt? Miben segítetek a tanítónéniknek itt ezen a Szent Patrik napon? Hát én jelenleg hajat fonok, ott hátul lufit hajtogatnak, mellettem arcot festenek, és még van, aki cukrokat dobál, illetve segítünk lebonyolítani ezt az egész programot. És te miért pont a hajfonást választottad, vagy miért pont ez lett a te feladatod? Hát mert jó vagyok benne. Mit jelent az iskolában angol tagozaton tanulóknak ez a nap? Hát az biztos is, hogy izgalmasabbá teszi. És szerintem azért jó, mert többek megtanulhatnak a kultúráról, illetve játékosabban tanulhatnak esetleg új szavakat, vagy bármi mást. We'll be right back.